tudott lépni. Letudod? Letudod, de majdnem elesett. Hát nem csodálom. Elaludt szerintem. De éppen volt, nyitva volt a szemem. Elvagult, hogy azt néztem, ugye, hogy eleve, mikor ment az ajtóhoz, akkor is tagyogott. Igen, alig bírt meg. Manuvat. Azt néztem, és mondom, nem bírt le szájra, hogy pillanatban lelépett. Hát meredek. Thank you.
szörnyű, hogy felvettek a lakosszín. Na, ilyen velük sosem tesz, ilyen fekvő helyesbe. Az átvennék a kannak konnektor is. Ebből van konnektor. Hát én még eddig nem láttam. Ja, nem azt mondtad az előbb, hogy van benne konnektor? Hát meglepődik, hogy lenne benne konnektor. Meg ott fönn még ki lehetne nyitni még egy ágyat itt is, ott is. Ez ilyen kinyitható. Hát most nem tudod kinyitni, de hogy amúgy ki lehetne. Hogyha fekvőhelyes kocsitként adnák ki. Meg az elhasztó a végig az idő.
Harmadik azért annyira nem, egy ilyen 55 perc. De gondolj a buszhozi papponyára a száját. Ja, hát az a busszal a menetidő az egy, több mint egy óra. Egy óra 5 perc, jól néztem. Az elkülön. Én ott aludni fogok a buszon. A vonatpóton is majdnem elaludtam. Hát tényleg ez a balkon. A végállomáson is balkonja, tehát hogy fel kell a buszhozat. Úgy van, hogy ugye óránként járnak, és az egyik órában csárdaszálláson áll, meg másik órában pedig ott nagy laposan, tehát így mindig felváltó. Ja. Nem, azok olyan kis forrón, hogy egész nap egy ember nem száll fel. Egyszer se, két óránként egyszer se kéne megállni. Elfogadnék egy ilyen mávos matricát a fürdőszobai tükrömmel. Volt egy leszálló. Ott te voltál azon is, nem úgy tudod. Hát teljesen fog ennek egy ilyen tükröt, az tényleg jó. Ó, itt is megy, na. Azt mondtam. Akkor még kell benne is felvállni egy tükröt. Amúgy nekem tetszenek ezek a mávos tükröt, szerintem ezek szebbek. Nem ez amire úgy van felírva, hogy vám, és nem úgy, hogy máv. De, ez az. Nem az van rá felírva, hogy máv, hanem hogy vám. Ja. Itt már jól van máv. Mert az ajtónál vannak. Tehát is tudom következni. Nem, most mezőberény. Ja, most következik mezőberény. Ja, hallom.
szentabb és a fogadott hűség. A fejlőkös hálvállal minden. Intercity vonat, egy IC kocsi van az egész szerelvényben. De azért IC-nek hívja. Ja, akkor te az IC-nek hívni. Tudod, meg van 3 vagy 4 gyorsanati kocsi, egy IC kocsi. 4 IC? Nem, 1 IC, 3 vagy 4 gyorsanati. Ezek által még mindig egy kis csapán van. Nekem azt jelzi. Ki van ott? Gajtács. Ja. Csapán. Ez hol jelzi? És azt is látod, én hol vagyok? Téged nem láttak, mert viszont bekapcsolta, és mert csak közelben funkcionálna, így nem látom. Bencelveg ma török szentbiklósomban, elvileg.
bent nem megy át jó a hétvégére, de... Nem megy. Nem. Miért? Igen. Majd elolvasom, a lényeg így elolvastam. Hát ő baja. Amik ő úgyse szokott vonatokat fotózni, tehát még igazából mindig. Üdvözformékre már jön az egy olyan. De... Ma jön az első. Ma? Este 10-kor lép be Rajkánál, Csornán 10:30-kor van, éjfél előtt pár perccel lép ki Hodosnál. Jó, fiú még. Meg majdnap ezt meggondoltam. Valdi is felrakott egy videót, kösz mit nézni. Ja, Bence is lefotózta a sirályeket, melyeket láttunk. Ja, 3, és törökszt a szobor. Akkor mi is azt láttam. Csak nem átlagos Csabai gyors, az ez nem átlagos. A kettőt már láttunk Ádomból, de a harmadikat még nem láttunk. Ja. Mert a fogas leszek kíváncsi, az fog-e késni. Melyikre? A fogadások. Ja, az mindig késő. Egy-két órát. Jobb esetben. Az egyszer nem jobb, de szerintem még késés lehet. Hát azért nem minket azért, mert ott leszünk, addig már bent fog minket válni. Szép állapot az a nap, szerintem. Köszönöm, hogy azt tettek el, hogy beúszhattam. Szóval nem interpíti fogtunk ki. Én holnap 5 vonalat utazok be. Jó.
megnéz 120-át, 121-et, 101-es 105-et, az még. Én azért nem akarok menni Bihar keresztesre, mert oda úgy is fogok menni, majd mikor megyek Nagyváradra, akkor beutazom ezt a vonalat. Meg a Nyírádrány is szintén is ilyen, hogy azon is mennek nemzetközi vonatok, majd egyszer fogok erre menni nemzetközinek. Aztán a kolozsvári vonatok mennek talán arra. Marosvásárhelyre közvetlen kocsijának. Jó, beszéltük, hogy ki kell Miklósvárba, vagy Tátrákinak. Tehát nem tudtuk, hogy meddig van a számú. Hogy Frájzinka, augusztusban, vagy is Szűzős, vagy mit tudom én. Hát ilyen. Igen, menjétek a nyilvány, csak az, hogy volt bébé. Az nap szent, hogy áll majd. A félik százat. Hát a csukós bézének megvan a menetrendje nekem. 108-es onlán. Jó. Tízes a bony Debrecen. Naponta két költözmény. Nem tudottam Debrecenbe, akkor Nyírádra álljunk volt. Tudom. Meg csak két köznaponta jár, hétvégén nem. Ja, változom, mikor hova dobják be. A Tiszak is közlekedett. A nyolchoz meg két évben beutaztam. Úgy igen, a kárcsodó. Nekem az csak Füzesavony és Boroszló között van beutazó. Mert amikor Tiszató körtekertem, akkor Boroszlóig mentünk csak, nem ugye? Onnan ott érdemes kezdve. Jó. A Daniék fognak tudat, kicsit tudni, kették. Aztán tehát ugye ugye adatkozóra. Itt tőle, avárta, hogy mit tudálni, hol nyártak. Csak a tisztelt eljött főzésükre. Abba ma. Nem tudom már, hol lenne. A Békésre a környék? Békésre. Tehát ide be kellene gyorsan. Mondjuk megérné emiatt, tehát mondjuk most Békésre már lenne 2-3 óránk, én idáig felgyalogolnék azért, de nincs. Ja. Itt ott egy ideig van beutatva a 120-nál. Szerintem ne értem azt a DC-motot önmit megnézni. Most? A tipusnak bámbakna a napon, sajnos. Most elkezdünk Csabára a nagykod után. Na itt van a Osdon szín. Itt az M32-es. Ja. Szerintem azok a szép, meg laminátor is van. Ezek most van úgy. Ha mi voltunk, akkor nem volt.
Tegnap előtt utaztam vele háromszor is egy nap. Tegnap előtt? Tegy vonalon. 81. Ja, az a Somoszkő újfajú. Újfal, új. Jól tudom. Hát háromszor is mentem vele tegnap előtt. Mert a púposra vadásztunk hárman, fotóztuk. Vonattal mozogtunk. Az te, hogy Ádám is volt a pupasz, szóval, de végig ment Soskövi fel, és azzal is jöttünk. Ja, mi nem azzal mentünk, hát az úgy nem érdekes. Mi Uzsgyival mentünk, és lefotóztuk a puposos szerelvényt. Először lementünk Kisterenye bányatelepig, akkor ott a gátnak a tetejéről fotóztunk, ilyen tájképszerűen. Aztán utána átmentünk Szurdok püspökibe, akkor onnan egy átjáróba fotóztuk. A Szurdok püspökitől pedig vissza 60-ba. És kétszer a kék Uzsgyin utaztunk, egyszer meg a pirosnak. Az úgy komoly. Itt most van azt hiszem 10 perc várakozás. Mehetünk majd az olasz házi, hogy majd meg. És hogy mezve vásárolni. Ez mennyi hogy mezve vásárolni, meg mehetünk végül. Meg az egy bén is egy bézé, meg a kettő bén is egy bézé. Bézék vannak fölénybe. Minden 120-ason kívül mindegyik irányba bézék is járnak. Kivéve a 135-ös, hát csak pucin vagy csörgő. Volt már azon is bézi. 108-as is volt bézi. Azon most is van bézi, ott is van fordulat. De az olyan, hogy leeső jobban. Hogy lehet ne akart, hogy Debrecenbe indulni a motorja. Tehát nem tudtunk időbe elindulni. És a 108-ason most 5-ös csatolt bézijel. Motor, 3 pót és a végén is motor. Ma azt ahogy adani ilyen 3-as csatot BZ-ben, tehát Tiszafelre Tiszatapat kerülni. Hát én mikor múltkor fizessem, ami voltam, én 5-ös csatoltat láttam. Ja. De például Boldék, mert reggel jöttek, Dezidó, hát tényleg nagyon tele volt, fel sem, alig fértek fel. De meg hazafelé fogod ki egy dezidót, sajnos. Jó, de amit ott Dani felrakott képet, hogy milyen sok bringa van, az azért nem volt sok. Hát ott volt 5-6 bringa. A dezidón. Én mikor mi jöttünk a Tiszatóról, akkor konkrétan már volt, hogy aki felvitte oda az ülésekhez a bringát, mert nem fért el. Meg ott nem lehetett átjárni lent. Gyorsan már semmi nem áll meg. Ja, az ugyan, mint Polcsány, a 80-ason. Hát... De ott nem áll meg semmi, ez biztos. De hogy mióta felújították már a személyvonatot se. Peron sincs meg semmi. Azért... Ja, kasszével állomásített semmi. Állomás épület megvan, szolgálat is van benne. Szemmel már meg volt, de azért még hozzá szolgál, azért ennyi érdekes.
teher vonatok szoktak ott megállni egyedül. Mert állomásnak számít, meg ott vannak vágányok, ahová félre lehet rakni a teher vonatokat. Meg ha jól tudom, akkor mindjárt megnézzük. Hát igen, Békés Csabától már egy vágány a vasúton. Ja. Csak idáig volt két vágány. Csaba egy nagy végpont, tehát itt egy csomó vonatnak itt a végállomás. Örökösség már kevesebb vonat jár ki. Ja, tehát akkor nem érdekült vágányi szintani. Hát régebben, 5 évvel ezelőtt a Békés Csaba és Szajó között se volt két vágány. Ott is akkor bővítették ki egyről kettőre. A tétény így nem épp a harmadik vágány. Káli, szerintem mint a volt a harmadik vágány megléte. Nagyon szerintem dokoz, hogy rengeteg külföldi vas legyen. Akkor még van nagy két képelék, vagy akár tudom. Szerintem Glockus és Kotóbot nem Botkonyás fent. Hát többen 62 számítok a nap végére. Hogy veszik ma a felkebben egy ilyen Napolit, vagy ilyen Balton, tehát itt a Baltex lesz egy szoktak állni, de az jó lenne. Az volt, hogy így osztott a kocsiban. Tehát ez fondáció, hogy így menjétek el itt az kocsiba. Itt van szabad kígyó. Ja, bárgyőd hely, szennyi. Ott lesz majd az állomás épület. Ahol nem bontották el felújításkor. Itt van, a szolgált is van ott. Jó, csak két egy házán állunk meg. És ott fog kiállt az Asz-Hasz-Hasz-Egyet, amit részben beutaztunk. Hát a felét nagyjából. Ja. Egy vadi út betonoljak vannak.
hogy beépítésre várnak. De ilyenkor a talpfák hát talán épp éppen kibírja a kamerám a szállás. Már nagyon lemerülőbe van. Igen. Kótaxi nincs hozzá? Nincsen. Próbáltam, ezt nem lehet tölteni. Hát próbáltam, meg biztos lehet tölteni, ha le van kapcsolva, el tud engedni. Csak hát nincs nem az USB kábelt, nem osztál, mert oda van minek is használ, szint tudom tölteni. Köszönöm. Szerintem, ha be is érünk, akkor már rögtön feltöltöm. Ha nyolcadják, akkor reggel csak feltöltődik. Köszönöm,
Köszönöm szépen! Csak Békés Csabáig lett felújítva a vonal. Hát itt milyen peronok vannak? Békés Csabáig még a legkisebb állomáson is olyan peron van, mint a nagy állomásokat kéne csinálni. Bezzük az ilyen kis állomásokról naponta 5 felszálló és 3 leszálló van, arra költenek több milliót. Már meg a 40-es sem puszt... Nem. Ebb sem lesz megcsinálva. Bence is mondta, hogy miért. Ott szétrongálnák, mondálok. Ja, nem azért nem csinálják meg, hanem mert levágják az egészet, csinálnak egy új nyomvonalat. És a régit meg úgy hagyják, lesz egy új nyomvonalat. Mert az év érdelső összekötő, mit használták? Csak a pécsi ICék. Meg a teher. Tudják, pécsi ICék, mindent pécsi ICék használnak. Személy voltak, nem smertek arra. Hát de hogyha mondjuk baleset lesz, vagy vágányzár, akkor lehet majd arra terelni. Az például marha jó lesz későbbiekben. A teherrohatok is tudnak arra menni. Tiszta szabad fejtársad, hogy senk jól állna. Na itt ágazik ki a 121-es. Ja, eltragoltunk körre. Hát... Itt áll egy 20 perc, innen még lökös háza. De volt, 10. Ja, már 2 óra van. Oh. Na, perc. A mai utolsó vonatozás. Ja, és a kedvet beúsztak én is a 120-as vonat végig. Nekem csak Mezőkülig volt meg eddig. Ja, hát igen, nekem csak ott. De most már teljesen meg lesz. Szerintem bőven elég lesz a
Nem minden, hogy a viszont fogok videózni. Mert megtölteni fogom. Én a buszon aludni fogok. Mondjuk, ha Ikarusz lesz, akkor nem, mert azon meg nem fogok bírni elaludni olyan hangos a motorra. Jó kis pattogós. Szerintem minden esély megváltozva. Nem is csuklód, de én a kettadván azt meg nem kitte. Szólóbusz lesz, erre szólóbusz jár. Az biztos. Akkor átmegy hozzá, hogy neked átmenni. Hát vagy 256 is jöhet, vagy C56. Ja, de amit szólva itt adunk. A csuklós nem jó. És akkor Nagykürtösről Battonyára. Ja. Mert csak ott már felszedték a sírkét. Hát csak bármizetközi barátok mennek Nagykürtöshoz, sajnos. Most mély az nincs. Mert nekem terbátszert tartázik, és inkább adat felé. Aztán addig tartál 120-as úgy, láttam volna. A 120-as hivatalosan lökösházáig tart a 100%. Romániában máshol van a vonal számú. Szartékát megpróbálom majd én részben, és legalább a szóval, és akkor lesz egy külföldi ilyen túlránk is, akkor... Melyik 26-kor mi lesz? A Szlovákiát mi tervezünk. Továbbom értek úgy... Ja, a 26-a nekem nem jó. Az nekem nem lesz jó. Jó, akkor tervezhet ezt a... Szlovákiát, meg a lépapát, 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 meg Akkor már bent kell
kell. Nem lesz benne netenszer. Rendelmem, hogy beér, mert elindulnám. Akkor látjuk, hogy itt eltűnt. Ahogy is fogsz át, itt elrónatolod is azok viszik. Ez a magyar határtámlai. Szerint 3 perc múlva kell csak beérni. Plusz még van rajtunk 5 perc késő. Hát mindjárt megmondom, hogy mennyit dolgoztunk le. Nem oda 9 van. Gondolom, hogy beérünk. Már fékezik van. 12-re kell bent lenni. Oda 10, én tudom. Nem lépett be. Mondom, hogy késni fog. Örülj, ha is 2 óránál nem késik többet. Befele járunk. Szerinted lesz ma a felvétel épület. Oh, I'm a man.